Sziasztok! Oli vagyok, és hát itt van egy újabb videó a Star Wars Galaxy of Heroes nevű játékhoz. Hát kicsit megpróbáltam összeszedni a csapatokat, hogy mit érdemes esetleg használni. Én vagy inkább úgy mondanám, hogy én mit használok, aztán mindenki eldönti, hogy érdemes-e követni, vagy nem. Na hát mindegy, a lényeg, hogy összeszedtem egy pár csapatot, és elmondom körülbelül a taktikát, hogy mit érdemes vele csinálni. Ettől függetlenül látjuk, hogy a szkórom az már majdnem 6 millió. Egy csatám van még, de már azt nem nyomom rá, mert várom, hogy még egy ember kiessen relik szintre, és akkor talán elérem a 6 milliót, ugye? Jó. Na most nézzük meg a csapatokat akkor. Azt mondja, hogy igen. Úgy összeszedtem itt néhány csapatot, és akkor Endor Raid, ezeket használtam most, és akkor nézzük, hogy mi a megoldás, hogy így fogalmazzak. Ezeknél az van, hogy sőt a 80%-ban azt kell csinálni, hogy ivédés utána bézik. A legtöbb tulajdonság majd, hogy nem értelmetlen a legtöbb csapatnál. Ez a tapasztalatom. Na most, majd, hogyha nem ez lesz, akkor külön szólok. Na minden esetre alapvetően azt kell csinálni, például itt a Leia-nál, hogy igyekezni kell ivédelni, és akkor lesz egy olyan, hogy open fire, azt esetleg érdemes elnyomni olyan esetben, hogyha két ellenfél van, mert az open fire az egy olyan speciális cucc, ami a sebezés, és mindenkit sebez egyszerre, tehát azt jelenti, hogy esetleg akkor mind a két embert meg tudom vele sebezni egy kicsit, nem nagyon, de aznak más hatása is van, tehát azt esetleg érdemes használni, de hogy alapvetően evade és basic, egészen addig, amíg lesz egy tiszta pillanat, amikor bejön két új ellenfél, és akkor Leia, ugye nincs meg az ultim, de alapvetően itt nem az ultit használja, hanem egyszerűen van egy plusz képessége, ami olyan, mint az ultimét, hogy puff, megölök mindenkit. Tehát bejön az ulti, akkor azt meg kell várni, ugye, amíg szépen elmennek az emberek, hogy megöltem az utolsó embert, bejön a két új ellenfél, és akkor jön Léa, az puff, megölt a két embert, jöhet a két újabb ellenfél. Tehát azzal letisztít egy teljes fázist, vagy hogy mondjam. Jó? És akkor azt jelenti, hogy ez a stratégiája, tehát ez egy picit összetett, alapvetően ivéd, basic, ha van open fire, esetleg érdemes használni, ha két ellenfél van, és hogyha megjön az ulti ezzelnek, a Leia-nak, akkor meg kell várni, hogy kitisztuljon a terep, jön a két új ellenfél, és akkor kell elsütni. Ennyi a stratégia, jó? Na nézzük akkor a következő csapatot. Ez lenne a Hera, Han meg a Drogán. Na most gyakorlatilag ez teljesen tipikus példája, evasion basic, semmi mással nem kell foglalkozni. És egész jó szkort lehet csinálni vele. Tehát nekem mondjuk 5, relik 5, 8 és 7, és azt hiszem 700 ezer fölött csináltam. Tehát egész jó. Vannak más pets képességeik, de nem kell velük foglalkozni. Jó, következő, ez egy speciális, mert a kis Lüke, a Rex meg a Chubby egész jól működnek, és van nekük egy trükkjük, mindegyiknek van egy ilyen, hogy azt hiszem, hogy Get Alongside van, vagy mit tudom én, hogy hívják ezt a tulajdonságot. A mindenesetre spec 2-es, tehát a legjobb oldali speciális cuccot, hogyha mind a hárbolyuknak megvan, és az ellenfélnek ketten vannak az ellenfelek, akkor ha mind a hárman elnyomják, általában mind a ketten megdöglik. Mind a két ellenfél megdöglik. Tehát ez a jó benne, tehát azt jelenti, hogy lelövődözöm az ellenfeleket, és amikor bejön az új csapat, tehát az új két ember, akkor látom, hogy mind a hármajuknak megvan ez a spec 2, akkor ezt gyorsan elnyomogatom, és akkor megdöglenek. Tehát ez egy tök jó, olyan, mintha egy kis útja lenne a Léa.
Egyébként meg szokásos, tehát basic-kel leütögetjük az ellenfeleket, mással nem kell törődni. Jó, azt hiszem szokásos, tehát a Nissa, a Wicket meg a Lando, tehát ezek egész jól ellövöldözgetnek, tehát ez tetszős. És akkor jönnek az Imperial Trooperek, nagyon erősek szerintem, tehát azt jelenti, hogy én ezekkel a csapatokkal mind ilyen 6-700 ezreket csináltam, tehát ebben jó Wookie, tehát relik, vagy 4-es nehézségi fokozaton. Egyébként az a tapasztalatom, hogy minél magasabb a nehézségi fokozat, annál több eszkort lehet csinálni. Egyszerűen úgy van megoldva, hogy megyek előre, és akkor egyszer csak olyan nehéz lesz az ellenfél, hogy hopp, beletörik a bicska. Tehát azt jelenti, hogy ha magasabb szkóron megyek, akkor is eljön az a pillanat, csak jóval több szkort szedek össze. Tehát valahogy nem úgy van megoldva, mint a Dragon Raid volt, hogy volt olyan, hogy 4 különböző nehézségi fokozaton is pontosan ugyanannyi pontot hoztam, mert most, hogyha könnyű volt, akkor kevés pontot kaptam, és sokáig eljutottam, ha meg nehezen mentem, akkor gyorsan megölt az ellenfél, és akkor puff, és meg megint csak ugyanannyi pontom lett. Tehát, hogy nincsen semmi kiegyensúlyozás, én úgy érzem, magasabb szintre tudok menni, tehát magasabb szintűek a relikesek az embereim, akkor egyszerűen több pont lesz belőle, valahogy így érzem, jó? Oké, tehát látjuk, hogy úgy szedtem szét a csapatot, ugye a Scout Trooper-t bevágtam ugye Léa mellé, és akkor a maradék 6 emberemet meg úgy osztottam el, hogy így látjuk. Tehát azt jelenti, hogy mind a két csapat gyakorlatilag Evasion Basic-es, tehát erre kell figyelgetni. Jó, és akkor van még egy ilyen kakuktojás itt a végére, ezek mondjuk már csak Relic 3-asok. Nem akarom földön nyomni őket Relic 5-re, mert már kicsit túlzás, de minden esetre nekem ezek 600k-t hoztak elsőre, most nem bírtam tovább menni 400-nál. Hát az a helyzet, hogy ez egy nagyon speciális dolog, mert nekik van Basic Evasion is, van, kettőjüknek is van, tehát a Chiefnek is, meg a, vagy nem a Chiefnek, épp hogy nem neki, hanem a másiknak, tehát a Logrénak, meg a főnöknek. Van egy úgynevezett Hasty Repair nevű cucc, amivel gyógyítják magukat. És az a tapasztalatom, hogy az tulajdonképpen tök jó használni, csak az a baj, hogy olyan gyorsan jön vissza az Evasion, meg olyan gyorsan jön vissza a Hasty Repair, hogy ha állandóan ezeket nyomogatom, akkor soha üdös életben senki se támad. Tehát azt mondanám, hogy mit tudom, kezdjek egy kicsit Evasion-ezni, meg basic-ezni, és amikor mit tudom, lelövöm az egyik ellenfelt, akkor kezdjem el gyógyítgatni magam is egy kicsit, de úgy azért lőni is kell, tehát hogy ilyen random éppen, hogy mit nyomok meg, tehát hogy basic, evasion vagy hasty repair. Jó? Tehát ezek a csapatai vannak, és én ezekkel egész jól csináltam, például ezzelvel, a Léával valami 1,6 milliót csináltam ezzel a csapattal. Jó, igen, van, aki leszólózza, de annak Relic 9-es embere van. Hát nekem olyan nem is lesz az életben szerintem, úgyhogy abból kell kiindulni, ami van szerintem. Jó, nagyjából ennyi, és akkor ha valaki nem látta volna, bemegyek itt egy csatába, csak úgy a poénból. Jó is lesz, tessék, nem megy. Nincsen harmadik emberem, azt várom, hogy legyen egy harmadik emberem, egy harmadik szintű csatát elindítsak, de akkor nézzük be, hogy néz ki. Tehát azt jelenti, hogy bejövök ide a csatába, és akkor bedob két embert, és akkor lesz egy olyan, hogy open fire, az open fire az jó, mert mind a kettőt megsebzi, látjuk, 70-ről 60-ra lecsökken mind a kettő. Ennek úgy látom van egy hasty repairje, de én evasion azok jó, és akkor elkezdjük lőni az egyiket. Az evasion az megnöveli a sebzést a következő lövésekre, tehát most fölnyomtam magam, most az a baj, hogy ha sokat lövődözök, ugye akkor sajnos az evasion az fogy, és hogyha elfogy az evasion, ugye akkor kellemetlen, mert
utána akkor nincs plusz sebzésem, ugye. Tehát most fölnyomjuk, ugye, azért open fire mind a ketten vannak, akkor érdemes használni open fire. Az előbb úgy nyomtam meg, hogy nem voltak ketten, az hiba volt, de visszajött, mire visszaértünk. Jó, evasion-t kérünk, ha még mindig ketten vannak, akkor mehet az open fire. De most csak poénkodok, tehát hogy valami ilyesmi a csata, megyek előre is, akkor egyedül van, akkor így javítsunk magunkon. Még egy kis evasion. Nem, most open fire, nem. És puff, megyünk előre. Tehát látjuk, ott van a max pont, tök ugyanolyan, mint a Dragon Raid-ben volt. Látjuk, hogy bejött egy Shadow Trooper, tehát azt jelenti, ez a legerősebb. Valószínűleg ezek ketten már nem is jutnak tovább. Inkább a kisebbet megpróbálom lelőni. Úgyhogy nézzük ezt, igen. Nézzünk egy open fire-t, igen. Ketten vannak. Jó. Jó. Ajajajajaj. Nagyon erősen támad a csákó. Hát még élek. Na, még mehet az open fire. Még egy gyorsan visszajött. Na, lelőttük. De jó. Még lehet, hogy túljuttuk ezen. Csak még várok hozzájuk egy ember, mert a Happy Vision van. Nagyszerű. Jó, hogy ittsuk magunkat kicsit. Bögölj már meg. Léci, léci. Evasion. Ha, megnyertem még ezt a kört. Jó, tehát... jó, oké. Itt van a vége. Jó, a lényeg, hogy ilyesmi a maga a cucc, tehát nem kell egy nagy vasszizdaszra gondolni, menni kell előre, és akkor általában mondom, a legjobb a Evasion és Basic kombó. Egyébként meg bizonyos speciális csapatoknál ugye úgy válogattam össze, hogy hasonlóak legyenek a tulajdonságok, tehát ahol mondtam, hogy van másfajta, ott esetleg érdemes más használni. Jó, ennyit mára, és akkor mindenkinek jó játékot, sziasztok!